Kedves nézőink, most a múlt héten megrendezett Bercsényi napokról láthatnak egy összeállítást. A Bercsényi napok zajlik az Ajkai Szakképzőiskola Bercsényi Intézmény egységében. Milyen programokon vehettek ma részt a gyerekek? 21. alkalommal rendeztük meg a Bercsényi napokat. A programnak az a célja, hogy a gyerekek a 180 tanítási nap mellett ne csak a tanulással foglalkozzanak, hanem a kapcsolatépítéssel, barátkozással, és hogy sportversenyekbe összemérjék tudásukat, főzzenek, süssenek mellette, illetve olyan programokon tudnak még részt venni, amiben a hétköznap nem minden nap tudnak találkozni. Próbáljuk kiszorítani a számítógépes játékokat, bár van egy ilyen része is a programunknak, inkább azt szeretnénk, hogy egy kicsit mozogjanak, ismerkedjenek meg egymással. Vendégeink voltak a Herendi tűzoltók, őnekik volt egy nagyon színvonalas bemutatójuk, egy roncs autóból mutatták meg azt, hogy hogyan vágják ki a sérülteket. Ezt kipróbálhatták a gyerekek is, illetve tüzet is oldhattak a gyerekek is, nagyon élvezték. Ezen kívül vendégünk a Budapesti Bornemisza gimnázium, ő a testvériskolánk, és a tanulói egy 20 fős csapat érkezett hozzánk, és a nap fénypontjaként Bercsényi Bornemisza mérkőzés van, vagy volt. Nagyon színvonalas mérkőzés volt, amíg láttam, 5-5 volt az eredmény, remélem, hogy nyertünk. Szakmai programokra is sor kerül a végzős diákoknak. Hogyan készültetek erre a szakmai napra, és milyen előadásokat hallgathatnak meg? A holnapi nap lesznek a végzős diákoknak a munkavilágáról előadások. A kamara, megyei kamara kezd el az előadássorozattal, majd a honvédséget várjuk, illetve a megyei munkaegyi központot és a munkavilágáról kapnak tájékoztatást a gyerekek. Ezt követően pedig az ünnepség után a Bercsényi napok zárása lesz, ahol értékes ajándékokat nyernek a programban résztvevő tanulók. Hogyan lehet ezekhez az ajándékokhoz hozzájutni? Hát azok kaphatják meg az ajándékot, akik részt vettek a programokban, díjazzuk azt az osztályt, ahol a legaktívabbak voltak a tanulók. Minden egyes helyszínen aláírás kell gyűjteniük, és azt majd később az osztályfőnöknek leadni. Valamint hát a sportversenyeken ilyen a kötélhúzás, a skander, a csocsó, a kosárlabdába dobás, tehát a díjazatokat, az első helyezetteket díjazzuk, és az iskola számukra valamilyen kedvességgel fog ajándékot adni. A versenyek mellett számtalan kreatív tevékenységbe is belekapcsolódhattak. Ez rendszeres az iskolában, vagy ilyenkor próbáljátok őket arra ösztökélni, hogy a számítógépet hagyjuk, és akkor kézműveskedjünk egy kicsit? Igen, a kézműves foglalkozás nem mindennapos az iskola életében. A gyerekek gyurmából készítettek különböző figurákat, valamint a pillepalackos hasznosításra készültek termékek. Vendégünk volt még egy bűvészfiú. Nagyon tetszett a gyerekeknek, két csoportba tudtak bemenni hozzá a foglalkozásra, és hát reméljük, hogy jövőre is tudjuk fogadni ott. Nagyon népszerűek ezek a rendezvények, hiszen említetted, hogy 21. alkalommal rendeztétek meg az iskolában, és nagyon nagy létszámban vesznek részt rajta a gyerekek, csillogó tekintettel jártak teremről teremre, karaokizni is lehetett. Mennyi munka, mire előkészítitek ezt a két napot? Hát hosszú az előkészítés, legalább egy hónap előtte már készültünk, és hát egyeztetnünk kellett a különböző vendégekkel, és hát örülök neki, hogy össze tudtuk hozni ezt a dolgot, és hát remélem, hogy nagyon színvonalasra sikerült a Bercsényi napok. És itt szeretnék akkor köszönetet mondani a kollégáknak is ezért a odaadó munkáért, hogy ilyen hosszú előkészítés után sikerült így összehozni ezt a programot. A Bercsényi napokat a hagyományokhoz híven kitüntetések átadásával zárták. A Bercsényi emlékérmet az idei tanévben a 11. A osztályos Bálint Márk vehette át. A Bercsényi emlékplakettet Csepregi Kálmán asztalos szaktanár nyerte el, elismert szakmai tudásával, példamutató emberségével, kiegyensúlyozott személyiségével.